Még legalább 3 aranyérmet vár a magyar csapattól a londoni olimpia első bajnoka. A Kardvió Szilágyi Áron elsősorban Kozák Danut a kajakozónak, a magyar vízilabda csapatoknak és a kézilabdázóknak szurkol. Az olimpia főszereplő a Magyar Postánál a szigeten. A sátornál bárki küldhet saját fényképével díszített szurkolói képeslapot a magyar sportolóknak. Ez egy papír alapú képeslap, készítünk a szurkolóról egy fotót, ebből itt a helyszínen 5 perc alatt legyártunk egy egyedi képeslapot, bélyeget ragaszt rá a szurkoló, ráírja az üzenetét, és azt az olimpiai résztvevőnek, annak az olimpiai résztvevőnek a nevét, akihez szeretné, hogy eljusson, és a szakszövetségeken keresztül jutatjuk el majd az olimpiai résztvevőkhöz. Elküldi saját képeslapját a kardvívás londoni olimpiai bajnoka is. Szilágyi Áron elsősorban a kézilabdázóktól, a vízilabdázóktól és a kajakkenu csapat tagjaitól vár érmeket. Nagyon szurkolok Kozák Danutának, úgyhogy neki fogok küldeni. Úgy gondolom, hogy nagyon régóta ott van és megérdemli a sikert, és nagyon bízom benne, hogy ő is oda fog tudni érni. First Hungarian Olympic gold medalist, Szilágyi Áron! Az olimpia első magyar aranyérmesét a külföldi fiatalok is megtapsolták. Azt kevesen tudják, hogy azon a reggelen még nem volt kartom, mert nem hitelesítették le a fegyvereimet. Szilágyi Áron kulisszatitkokat is elárult az olimpiai sátorban tartott pódiumbeszélgetésen. A bajnok szerint a mentális felkészültsége mellett a lábmunkája a legnagyobb erőssége versenytársaival szemben. Például a kézilabdára is azt mondják, hogy az is a lábon dől el. A vívás is nagy mértékben ott dől el, hogy ki tudja a másikat lábbal, tempóban megfogni, ki tud gyorsabb lenni lábon a másiknál. És nekem ez Gerevis Gyuri bácsi nevelőedzőm nagyon jól megtanította, és a mai napig ebből élek. Szilágyit állítása szerint az is hozzásegítette a győzelemhez, hogy tudta, nem csak a helyszínen, hanem Magyarországon is sokan szurkolnak neki.